Csákovics Gyula polgármester úrral itt állunk Zamárdiban a Városháza előtt, és hát ugye Zamárdi egy jelöltje a Red Bull Air Race-nek. Milyenek az esélyek, hogy látja? Az esélyek megvannak, hiszen a település adottságai azok, azt gondolom, hogy egy ilyen rendezvénynek a megtartására teljesen alkalmasak, hiszen itt van egy 3 kilométeres egybefüggő partszakaszunk. Azon kívül közel másfél évtizedes tapasztalatunk van már nagy rendezvények lebonyolításában, tehát itt gondolok arra, hogy a területek lezárása, behajtási engedélyek kiadása, ez sem lenne meglepetés számunkra, tehát Zamári Város önkormányzata felkészült, és szívesen is látnánk egy ilyen rendezvényt. Miért látnának szívesen, hiszen rengeteg tömegrendezvényük van. Nem túl nagy megterhelés ez a városnak? De mindenképpen megterhelés, de azt gondolom, hogy a főszezon erről szól, hogy események legyenek. És ez a verseny, amely azt gondolom egyébként több önmagában, mint egy verseny, hiszen azért ez a repülősportnak a Forma 1-e, ez nem csak a városnak, Zamárdinak lenne egy óriási reklám, hanem magának az egész Balatonnak. Hogy állnak a tárgyalások? Tehát volt már bejárás, megnézték a helyszínt? Igen, volt tárgyalás, és a tárgyalásokat helyszíni bejárás, illetve bejárások is követték, hiszen nagyon sok aspektusból körbe kell járni ezt a helyszínt és ezt a rendezvényt, elő kell készíteni. Biztatóak a fejlemények és az eddigi tapasztalatok, tehát gyakorlatilag minden azt erősíti, hogy valóban Zamárdi alkalmas helyszín lenne. Hol lesz egyébként, és mit kell a városnak még nyújtania ahhoz, hogy ide jöjjön a verseny? Az említett Balatonparti szakaszon, tehát nyilván ez egy fontos szempont, hogy lent a parton legyen. Ott, ahol a fesztivál is szokott? A fesztivál, illetve lehet, hogy a fesztiváltól egy kicsit keletre eső részen. A pontos hely kijelölés az még folyamatban van, és amint a döntést bejelentik a szervezők, akkor azt gondolom, hogy le kell ülni és mindent egy megállapodásban, illetve szerződésben rögzíteni. Tehát nyilván a városnak is vannak elvárásai, tehát azt nagyon nem szeretném, hogy mondjuk egy ekkora rendezvényt, ahogy ön is említette, azért nyilván ennek vannak negatív hatásai is, hogy ráengedjünk a városra, anélkül, hogy mi is ezt alaposan előne készítenénk. És mit kamatozik majd ebből a város? Hát az említett reklám, és azon kívül nyilván teltházas lesz Zamárdi, rengetegen jönnek. Én azt gondolom, hogy olyanok is ellátogatnak ide hozzánk, illetve a Balatonra, ennek a rendezvénynek a kapcsán, akik lehet, hogy még eddig nem jártak itt nálunk, úgyhogy mindenképpen nagy vendégszámra számítunk, és jelentős bevételre is. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!